50 millió forint támogatást nyert a Nagykanizsai Református Egyházközség. A pénzből nehéz helyzetben lévő gyermeküket egyedülnevelő anyáknak segítenek, valamint infrastruktúrális fejlesztésre is költenek. A február 1-én induló projektbe összesen 80 embert vonnak be. A projektben van egy olyan lehetőség, amikor közösségi tereket, közösségi szintereket, szobákat tudunk majd berendezni, felújítani. Itt a, a gyülekezeti teremre gondolok elsősorban, aztán a Csáónál is, a, a családok átmeneti otthonában is lesz egy kis felújítás, egy, egy, egy kis terem. És amit hát főtevékenységként megjelöltünk, az az, hogy próbálunk egy olyan, olyan képzést szervezni, a akreditált képzést szervezni a családok átmeneti otthonában élő édesanyák számára, amit egyeztetünk nyilván a vezetőasszonynal, illetve látunk rá nagyon jó tapasztalatokat. Ez egy ökogazdálkodási képzés, ami arról szól, hogy ott a, a, a családok átmeneti otthona környékén ki lesz alakítva ebből a projektből egy, egy egy kis kert, és egy ilyen hát képzést tartunk, vagy tartanak a, a szakemberek, és átadják ezt a tudást.